Hello, sziasztok és üdv a csatornán és a Fafaragó műhelyben. Mostani videóban egy gerebjét fogunk elkészíteni, ami itt van mögöttem, ez itt. A videóban bemutatom, hogy hogyan készítem el ezt a kertészelszámot, és a videó végén egy pár szót beszélek róla, hogy milyen illesztéseket használtam és milyen faanyagokat használtam hozzá. Ha ez érdekel titeket, szeretnétek látni, akkor csak tartsatok velem. Első lépésnek válasszunk egy megfelelő alanyt, egy megfelelő fát, ami elég hosszú és vastag ahhoz, hogy megfelelő nyíl legyen belőle. Utána baltával távolítsuk el a kiálló bücsörtöket, ágcsonkokat, maradékokat. Ha ezzel megvagyunk, utána egy vonókéssel elkezdhetjük lefejteni róla a hántyút. Ha a vonókésetek nincsen, egy sima késsel is meg lehet oldani ezt a feladatot. Miután ezzel is megvagyunk, szerettek egy szárnyatyalút használni, amivel a maradék egyenletlenségeket távolítom el, és ugyanezzel a szárnyatyalúval egy nagyon szép sima felületet tudok elérni, amit kényelmes lesz használni, jó lesz a fogása tőle. A második munkadarabunk lesz a gerebjének a nem a nyele, hanem a nem is tudom, minek hívják ezt, az eleje, amivel fognak majd a gerebjének a fogai belejönni. Itt többet kell dolgoznunk majd a vonókéssel, ami formát próbálunk kialakítani. Ide fog beleérni a nyél, úgyhogy ide fúrunk majd egy lyukat. Ne legyen ilyen nehéz. Itt a két oldalából, fölülről és alulról fogunk anyagot eltávolítani, megrajzoltam. Nagyjából ezt a vonalat próbálom meg elérni. Ha ránézzünk, esetleg úgy fog kinézni, mint egy propeller, itt lesz egy furat, és két oldalt pedig ilyen lapos szárak lesznek, oda fognak majd fölről belemenni a többi furatok, és a gerebjének a fogai is. Ezt próbáljuk most kialakítani. Nem, remélem így jobban látszik. Az lett volna az a propeller forma, amiről beszéltem. Itt a közepén vastagabb, és akkor a két szélén pedig elvékonyodik. Baltával egész jól ki tudtam faragni, úgyhogy most már csak finomítok rajta ezeken a részeken. Vonókéssel és szárnyasgyalúval fogom megcsinálni. Akinek ezek a szerszámok nincsenek, egyszerű reszelővel is szépen meg lehet oldani. Na, miután elkészültünk a propellerrel, kifúrjuk, előszedjük a jó öreg fúrót, befogatjuk a propellert, amennyire egyenesen csak tudjuk, beállítjuk, és szép lassan megkezdjük a fúrást. Nem kell sietni. Ráérősen fúrjuk át a fát. Inkább lassan, 2-3-szori nekifutásra, mint hogy kettére pesszük az anyagot, amin már elkezdtünk dolgozni. Jó, nagyjából a furkálással meglennék. Ugye itt fog majd a gerebének a nyele beleilleszkedni, és ide jönnek pedig a fogak. Ismeritek a régi mondást, hogy szépen fúr, aki kétszer fúr? Na, próbáltam kicsit nagyképű lenni, hogy majd én elsőre átfúrom szépen.
Aztán itt szerencsétlenkedtem, és hát kiszakadt a fa, ezt majd valahogy javítom. Ugye szépen fúr, aki kétszer fúr. Itt megkezdtem, de nem fúrtam át teljesen. Itt véletlenül átszaladt, ezt nem akartam. És a másik oldalról fogom befejezni a fúrást, akkor nem lesznek rajta ezek a szakadás nyomok. Úgyhogy itt is mindjárt kifúrom, és ezen az oldalon is ilyen szép sima fúrás nyomot kell majd kapnunk. Maguknak a fogaknak nem kell különösebben hegyesnek lenniük. Elég, hogyha egy picit meg vannak karószerűre faragva. A végüket csak legömböítem, és se ragasztót, se semmi más nem használok, ezeket csak szorulással illesztem bele. Ugyanis használat közben, ahogy gerebjézek, ugye lefele ütődik a földnek, úgyhogy az erő fölfele fogja tolni ezeket a karókat, fogakat, semmiképpen nem fognak kiesni. A másik pedig, hogyha egy idő után elkopnak, esetleg eltörnek, akkor csak kihúzom és egy újjal helyettesítem. No, elkészült a gerebjének a munka része. Benne vannak az összes fogak, már említettem, csak simán szorulásos illesztéssel vannak benne. Ha valamelyik eltörik, elkopik, könnyen ki lehet szedni, és helyettesíteni egy másikkal. És a következő lépésben ide beélesztjük a szárat, hogyha a szár megvan, a nyél megvan, akkor azt megékeljük a másik feléről, és innen fölülről lesz benne még egy átmenő furat, egy átmenő ékkel. Annak az lesz a szerepe, hogy ha a nyél benne van már, akkor ne forogjon el benne. Ezt fogjuk most megcsinálni. Jó, elkészült a gerebje. Amit láthatjátok, ki is próbáltam. Jól működik. Az, hogy ilyen szélesre hagytam a... nem tudom, minek hívják ezt a részt, a fogait. Azzal nagyon nagy területet lehet lefedni egyszerre gerebjézés közben. Jó sok füvet lehet vele összeszedni hamar. Ez nagyon tetszik benne. Ami érdekesség, teljes egészében fából készült.
Ez alatt azt értem, ha meg tudom mutatni, amit látjátok, az élesztéseknél ott egy fa ékelés, és itt egy fa csap megy bele ebbe a részbe, aminek az a szerepe, hogy ezt a szárat és a nyelet fixen tartsa, úgyhogy ez nem fog tudni így elfordulni, elmozdulni rajta. A fogak hagyományosan csak szorítással vannak illesztve, úgy vannak bele préselve, bele tekerve, eltörik, elkopik, könnyen ki lehet őket venni és helyettesíteni egy másikkal. Erre most nem volt időm, de ezt meg fogom csinálni, míg az egészet le fogom kenni, lenolajjal tartósítani. A fogakat, mivel ez puha fából készült, keményíteni fogom, ami azt jelenti, hogy bedobom őket egy picit a sütőbe, körülbelül 150 fokon egy fél órára, utána kihozom őket, kirakom őket a hidegbe, és megkeményedik, lehet a fát is edzeni, ezáltal tartósabbak lesznek ezek a fogak is. Amit még el akartam mondani, a nyélnek az anyaga, én kimondottan szeretem ilyen fajta szerszámnyelekhez a mogyorót és a kőrist, ezeknek mind a kettőnek van egy kis rugalmassága, egy kis hajlékonysága, de megvan az ereje is ahhoz, hogy lehessen használni rendesen. Mivel ez egy olyan szerszámnyél, aminek igazándiból nincsen nagy ütése, nincsen nagy ellenállása, ezért tulajdonképpen majdnem csak bármilyen kemény fa megfelel, bükk, tölgy, akác esetleg, amik nem kimondottan jó szerszámnyelek, mert nincs bennük elég rugalmasság, ehhez a fajta szerszámhoz még akár azokat is a fájkat lehet használni. Tulajdonképpen ennyi lett volna ennek a gerebjének az elkészítése és a bemutatása. Jó pofa kis dolog, könnyű elkészíteni. Bármi kérdésetek, észrevételetek van a videóval vagy ezzel a szerszámmal kapcsolatban, csak írjátok meg a kommentek között. Köszi szépen, hogy néztetek, további szép napot, sziasztok!